2013. januárja óta működik a Neoworld Rádió. Klamancsek Krisztián főszerkesztőt arról kérdeztük, milyen sajátosságai vannak egy online rádiónak. A Neoworld Rádió az miután internetes rádió, ezért nagyban különbözik egy FM rádióra vonatkozó szabályoktól. Ezt részint a média tanács is szabályozza, részint pedig a hallgatói elvárások szabályozzák. Mondjuk alapvetően egy FM rádióban van reggeli műsor, nálunk egy ilyen reggeli műsorra hasonlító ébresztő műsor van. Mi még több zenét adunk, és jóval kevesebb kötelezettségünk van, mint például egy FM rádiónak, tehát mondhatnám, hogy könnyebb helyzetben vagyunk, de ezt nem egészen így kellene megfogalmazni. Könnyebb helyzetben is vagyunk, de ugyanakkor a netes rádió felé támasztott kihívásoknak is meg kell felelni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki ránk kapcsol, akkor minimális szabályok betartásával rajtunk csak is és kizárólag szórakozni szeretnének. Ennek rendelünk alá mindent. Kik a műsorvezetők és milyen műsoraitok vannak? Balázs Emese csinálja 7-től 9-ig a reggeli műsort, 9-től 13-ig a délelőttöt megcsinálom én, és Andrejkovics Sanyi, kiváló barátom és kiváló kollégám szintén megcsinálja a következő napszakot, ez pedig a délután, és 5 órától pedig rengeteg zenét adunk, illetve ott ismétlünk meg különböző olyan programokat, amik esetleg napközben elhangoztak, ha nem hétvégén ismételnénk őket, mert az 5 órától az esti sávba hajló műszak, az megint egyfajta ilyen levezető. Elsősorban kinek szánjátok a műsorokat? A Neoworld Rádió az egy érdekes rádió, mert ez mindig is egy picit idősebb korosztálynak szeretett volna szólni ez a rádió. Örömmel tapasztaljuk, hogy talán Magyarországon az egyedülálló olyan sikeres kezdeményezés, hogy a Neoworld Rádió picit idősebbeknek szól, tehát azt mondanám, hogy 25-től mondjuk 60-ig, vagy alapvetően a 30-40-50 évesek, és meglepődve tapasztaljuk, hogy ebből, tehát ugye a műsor politikát, a műsor struktúrát is így alakítjuk ki ennek érdekében, és meglepődve tapasztaljuk, hogy ez bizony nagyon sikeres pont annál a rétegnél, akiket megcélzunk. Hát talán azért, mert szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy az egyik legjobb, az egyik legkedveltebb, és ezt nem mi mondjuk, hanem szerencsére a hallgatók, és hát ennek érdekében mindent meg is teszünk minden nap. Neoworld TV. Több, mint hír.